Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön a Warframe probuildek. Igen, a Warframe istenek, már levágtam két kecskét és hat kubró ti tiszteletetekre, mert tudom, hogy minden lépésbe bele fogtok tökridni. Na jó van, a probuildek tulajdonképpen amúgy is egy személyes dolog, mindenki úgy modolja a frame-jét, ahogy szeretné. Én ezeket a modolásokat találtam megfelelőnek és hatékonynak, úgyhogy végigmegyünk az összes Warframe-en gyorsan, hogy milyen modolási technikákat csináltam. Miért csinálom ezt a videót? Azért, mert az elmúlt időkben a Warframe rengeteget változott, rengeteget változtak a Warframe képességeinek, átalakultak a képességek, és ami a leglényegesebb, egy jó pár Warframe-nél ugye a képesség és az energia felhasználtság megváltozott, ezért most már többnyire idő-energia arány van, és emiatt egy-két Warframe igen átalakult, vagy igen másképp lett felhasználható a képességei. Mindegyik Warframe-et úgy igyekeztem modolni, hogy a lehető legjobb képességére és a lehető legjobban bírja a legszorultabb helyzetekben a Warframe képességeihez mérten. De úgy gondolom, hogy elég jó buildek, és ha tetszenek, akkor érdemes őket megfogadni. Úgyhogy szépen menjünk gyorsan sorban, hogy hogyan is állunk ezekkel. Lássuk csak, S vagy S Prime kimodolva úgy, hogy nem kell bele semmiféle forma, és belefull egy full handspring is az új Exynos modba. Steel Charge, Handspring, Transistent Fortitude, Flow, Streamline, Rage, Intensify, Vigor, igen, Vigor, Fleeting Expertise, Vitality. Na most ez a build, hölgyeim és uraim, látni fogjátok utána. Mindegyik Warframe-ről lesz egy rövid videó, hogy mire képes. Először a modolások, és utána hogy az adott Warframe-ek mire képesek, úgyhogy mivel hogy ABC sorrendben haladunk, oda klikkelhettek, amelyikhez szeretnétek, hogy lássátok, mire képesek. Ez a build 75-ös szintű bombardokkal tud végezni az Ultimate képességének köszönhetően, mert az Ultimate képességére most már 6 a Steel Charge és 6-nak az erőmodok, összesen elképesztően erős Ultimate képesség. A következő est én egy túlélő frame-nek használom, gyakorlatilag egy bizonyos idő után csak Ultimate képességet csinálok, de ha bajba lennék, akkor van kurva sok életem, és van némi shieldem is, emellé társulva ugye az alap 150-es armor, ami nagyon jól jön végjátékban, és mindig le van nála esnél egy lifestrike-os kard, hogy vissza tudjam tölteni az életemet, és a rage, hogy miközben lesebezték az életemet, már van is energiám, hogy újra ultizni tudjak, szóval es ultimate képességgel kibildett frame. Következő ugye az új Atlas, őről nemrég csináltam videót, azóta nem annyit változtattam a builden, hogy a continuity helyett raktam egy flow-t, szóval a Steel Charge, Steel Fiber Streamline, Flow a continuity helyett, mert rájöttem, hogy az ultimate képesség önmagában is kurva sok ideig tart, de kihúzva 200%-osra így is majd több mint egy percig tart a képesség. Szóval Flow, Constitution, a Flow-t azért raktam, hogy az egyes képességét többször tudjam használni, jobban tudjam használni. Flow, Constitution, Narrow-Minded, Vitality, Blind Rage és Sima Rage. Lehet még egy full első képességes buildje is neki, Vitality, Fleeting Exercise, Stretch, Rage, Fleeting, Steel Fiber, Flow, Intensify, Transistent Fortitude, és van még egy harmadik buildem is, ami idő és némi effektivitás, némi erővel van buildelve gyakorlatilag. Ez a Vitality, Flow, Intensify, Constitution, Continuity, Streamline, Steel Fiber és Narrow-Minded. Háromfajta build, de ezek közül a C build lenne a legjobb, ami talán segíti az Atlaszt abban, hogy a végső játékokban is kibírja. Következő frame, Banshee, imádom, az egyik legjobb frame csapatjáték szinten nálam, Banshee a legnyerőbb. Solo buildje a Banshee-nek, Steel Charge, Continuity, Vitality, Narrow-Minded, Flow, Rage, Quick Thinking, Overextended, Streamline. Amint látjátok, idő 220, effektivitás 130, Range 130, Strength 140, ez az a build, ami a 3-as, illetve a 2-es képességére alapoz, ami segít neki szólóban túlélni, illetve az 1-es képességre alapoz, ami segít ledönteni az ellenfeleket.
Van neki ugye egy csapat szintű buildje is, ahol mínusz idő, de erő és range és effektivitásra van behúzva, amiről gondolom, hogy most már téves, mivel a Banshee képessége is most már idő és energia alapú lenne. Szóval damage per second, ez azt jelenti, hogy jelen esetben ugye őt átfelejtettem átmodolni, de hogyha gyors modolást szeretnék csinálni, az azt jelenti, hogy Banshee-t át kell modolni most már időre. Szóval ilyen modokat kell neki berakni, mint a Narrow-minded Continuity. És ugye ha ultimate képességre megyünk, akkor legyen neki a range-e mindenképpen. A strength-re nincsen szüksége, legyen neki flow-ja, legyen neki milyen legyen, transistent, nem, constitution nevű modja, legyen neki mikem effektivitás módja, szóval streamline, kérem szépen, és mi kell még neki? Streamline, fleeting, expertise, bla bla bla. Mennyi időnél? 248%-os időnél, 130%-os effektivitásnál igazából végül is belemehet egy kis idő, illetve erő is. Szóval azt mondanám, hogy a Banshee csapat szintű játékmódja ez. Continuity, Narrow-minded, Overhead, Stretch, Intensify, Flow, Constitution, Streamline, és ezzel effektíven tudod felhasználni, sokkal effektívebben, mint a réginél, sokkal effektívebben tudod felhasználni Banshee-nek az ultimate képességét, hogy csapat szinten segítsd a csapatodat. Na most. Következő frame, Chroma, személyes kedvenc, Chroma drága, beleraktam 1-2-5 formát, hogy a Chroma tökéletes legyen, és bizony tökéletessé is vált, időre kell kihúzni a Chromát most már, és csak is időre. Amint látod, a Chroma az a frame, amire a legvégsőkig számíthatsz, főleg, hogyha a kardodban van egy lifestrike. A képességeiből adódóan életet tudsz magadnak pumpálni, armort, minden, nagyon jó Warframe, a Chroma kötelező kifarmolni, szerint egyszerűen tényleg jó. Rejuvenation-re átmodoltam én az aura modját, alapvetően Steel Charge lenne, Rejuvenation-nel mindig töltsön az életem, hogy legvégsőkig is bírja. Fullos Handspring, Flow, Continuity, Vitality, Constitution, Rage, Narrow-minded, Steel Fiber, Intensify. Egyedül ami csökkel az a Range, de igazából most annyira nincs is rá szükség. A csapat szintű build megint csak annyiban változott, hogy több erő van benne, és az effektivitás helyett most már időre kell kihúzni, szóval fontos Chromának minden buildjét, akárhogy buildeled, idő legyen benne, mert effektivitást ad a build. Ez nálam egy solo build, Chroma számomra egy solo karakter, semmint hogy csapatjátékos, solo életkarakter, solo armor karakter, solo shield karakter, csak ahogy jön, hogy mit akarok, ha azt akarom, hogy shieldje legyen, akkor elektromosságra állítom és shieldet rakom be neki, ha a tűzre rakom, akkor vitalityt, a steel fibert, hogyha jégre rakom, az mindig minden esetben bent van, mert így armorja megnövekszik, élete mindenen, hatalmas, erős Warframe. Jó, következő, ember, Prime. Na most, hogy kivették az ember Prime-ot a Voidból, elképesztően durván jó Warframe lett, azt kell mondjam, főleg úgy, hogy azért átalakították az energiafüggvényt, időfüggvényé, úgyhogy emiatt az ember úgy gondolom, hogy OP lett, és végre most már lehet számítani rá a magasabb szinteken is, mert eddig ugye csak nagyjából így közép szintekig állt, amíg igazán jól ember a helyét, de most már egészen jól megállja a helyét mindenhol, főleg mert gyakorlatilag kicsit kell kapcsolod az ultimate képességét, hogy az ember hatékony legyen, és ő végre az úgynevezett Firequake Augment mondja iszonytatosan hasznosan jön a végjátékoknál. Szóval embermodolása időre történik most már, kérem szépen, és némi erővel is, hogy az ultimate képessége hatékony legyen. Steel Charge ugye aura modnak, mert miért, van benne nekem egy formám, mert hogy miért ne. Intensify, Transistent Fortitude, Constitution, Overextended, Narrow-minded, Continuity, Streamline, Firequake, Augment mondja, hogy mit csinál a Firequake Augment mod, akire rápottyan a tűzgolyó, mint az ember ultia csinál, el fog esni.
100%-os elfogást. Gondold végig, ott áll veled szembe egy Bombard, egy Heavy Gunner, egy Ancient Healer, és nem tudom hány ilyen korrupted Butcher Ron feléd, egyszerre te bekapcsolod az ultid, és mindenki elesik, aki utadban van, és a kezedben ott egy Tonkor. Azonnal győztél, és ki se kell kapcsolni az ultid képességét, hogyha időre kihúzod, ki kell húzni időre, és az ember jó Warframe. Itt nagyon szeretem az ember, de végjátékokban nem tudtam használni, és emiatt nagyon sokszor inkább ott maradt a szekrényben. Ez lenne az ember bírja. Persze természetesen már látni fogjátok a videót is róla. Na most, következő frame. Iconox, megint csak ő is egy olyan képességű a drága, hogy időre kell kihúzni, igazából nincs is rá szükség effektivitásnál. Nálam, az én buildemben van benne némi erő, van benne némi range, és sok idő, hogy sokáig bírja energiával. Miért? Mert Equinoxnál kivétel nélkül az ultimate képességet és a harmadik képességet használom mind éjszakai, mind nappali formátumban. És azoknak viszont tartania kell jó sokáig, mert mind az összes maga módján megzavarja az ellenfelet, és emiatt sokkal rezisztensebbé teszi Equinoxot. Energy Siphon, mindig jön az energia. Narrow-minded Constitution Flow Overextended, Blind Rage Intensify Vitality és Continuity. Ezeket használom én gyakorlatilag ultimate és harmadik képességre kihúzva. Többnyire nappaliban mászkálok, ha a végjátékra kerül a sor, akkor inkább éjszakaira váltok. Következő frame, Excalibur. Ó, talán a játék egyik legópébb Warframe-je a Valkyrie és Chroma mellett. Sok, de viszont macera, már négy formánál járok, és valószínűleg nem is fogok meghálni. Még addig, és megint csak az Excalibur is egy olyan frame, amit időre kell újra kibildelni. Na most eldöntheted, hogy mennyire, milyen szinten húzott ki időre, hogy az ultimate képesség igazán sokáig bírja, vagy az ultimate képesség némi erővel kombinálva bírja. Ezért van kettő buildem. Az egyikben ugye 100%-os az erő, más, ugye 100%-os effektivitás, aminek már nincs értelme gyakorlatilag. Van range-e neki, 145% és sok erő. Az erő még mindig függvényben áll ugye az ultimate képességgel és a kardodban fellehető modokkal, úgyhogy ez az erő levágja a magasabb ellenfeleket, viszont ez a build, ahol 220%-os az idő, több ideig tart levágni a magasabb ellenfeleket, de sokkal több ideig tart az ultimate képesség, és sokkal nagyobb távon. Úgyhogy én személy szerint most ezt választanám, és alapvetően ez a build nekem tökéletesen megfelel raidre is, és igazából raidre is lett nagyon létrehozva anno az elején, és azért, mert a raiden nagyon sokszor használod a vakítás, és a vakítás idő alapú, ezért gyakorlatilag az időnek használom, hogy a megvakított hosszú ideig lesznek vakulva, és ez fontos crowd control szempontjából. Az Excalibur elképesztően jó Warframe, egy logikus választás minden kezdő számára, mint első karakter. Na most, ennyi lett volna az Excalibur. Frost elképesztően erős lett az elmúlt időkben, ugye sokat modoltak rajta, és a képességein. Frostnak azt mondanám, hogy egy úgyisten igazából jó buildje van, semmi szükség nincs már Frostnál erőre. Legyen sok effektivitás, némi range és sok erő. Ezért Rejuvenation ugye alapból Handspring, Flow, Transistent Fortitude, Fleeting Expertise, Streamline, Vitality, Intensify, Armored Agility, Stretch. Erőt ad neki, sok effektivitással, jól bírja minden szituációban. Ez a build egy csapatszintű build, de szóló helyen is megállja a helyet. Amit láthatjátok, ráhúztam az Armor, Health és Power kombókra, az Armored Agility-vel főleg. Egy csapatszintű build, ahol jól bírja. Jártam úgy, hogy én voltam az egyetlen karakter egy T4 Defense-en, aki talpon tudott maradni, míg hárman elestek, és amiatt, hogy a gömb bírta a pot körül, amiatt, hogy a gömb bírta körülöttem, miközben szedtem fel a társaimat, nagyon jól ki tudtam segíteni a csapattársakat. Szóval ez egy, úgy gondolom, egy igazán jó build a Frostra, és érdemes lemásolni.
Következő, oh, Hydroidon, őszinte leszek veletek, annyit nem is foglalkoztam az elmúlt időkben, de most már, hogy csináljunk egy gyors modolást is Hydroidra, Hydroidot is érdemes kihúzni időre. De megint csak azt mondom, hogy érdemes kihúzni időre, mert akkor nagyon sokáig tart neki az ultimate képessége, ami attól függ, hogy mire használod a Hydroidot. Én nálam a Hydroid egy középszintig tartó formoló karakter gyakorlatilag, a Pilfering Swan Augment mod miatt. Ezért maga a buildje mínusz idős, hogy minél többször tudjam elsütni erőre, némi range-re és effektivitásra, amire igazából már szükség van még mindig, mivel minél többször spameled az ultimate-et, annál több energiára lesz szükséged. Ezért Energy Siphon, Transistent Fortitude, Stretch, Intensify, Redirection, Fleeting Expertise, Flow, Pilfering Swan, Natural Talent. És a következő Warframe Limbo. Limbónak az ereje az idejében múlik, és most is, hál' Istennek, mi történt a Limbóval? Na, azért. Limbo, és most is, hál' Istennek, gyakorlatilag minél több időre bildelet, csak ugye le kell formázzam, most jöttem rá, hogy le kell formázzam, a jó istenedet. Minél hosszabb időre húzod, annál effektívebb lesz az ultimate képessége, annál több energiát tud tölteni, annál több ideig tart neked az első képességed, és a többi, és a többi. Limbo időre kell húzni, és el kell fejteni neki a range-et, mert hatalmas az ultimate képessége. De mivel, hogy feljebb húztam a Narrow-Minded-et, így aztán le kell, hogy modoljam a kicsikét, de még több időt kell elérni vele. A Power Strength annyira nála nem kötelező, azt kell, hogy mondjam, ezért gyakorlatilag inkább időre menjetek, minusz range-re és némi erőre, és akkor gyakorlatilag a Limbo maga az gyakorlatilag tökéletes lesz mindenféle. Ja, Intensify már benne van, hát akkor legyen Rage, most beleraktam valamit, mert hogy miért ne, de igazából a Rage legyen az utolsó mod, amit beleraktok, csak hogy kiegészüljön, de legyen sok időtök, legyen némi effektivitás, és legyen némi erő, és a Limbo csapat szinten mindenhol megállja a helyét, szólóban is meg fogja állni a helyét, mert nem fognak tudni sebezni, amikor a kettes képességet be van kapcsolva. Na most. Loki-ról én nálam a Loki az a szóló karakter, aki mindenhova be tud settenkedni, és bárhova el lehet vinni, minden helyzetben megállja a helyét, az ultimate kényelem és erő, és ultimate játékok karaktere. Lokinál a build gyakorlatilag idő és még több idő, és hogyha az ultimate képességét akarom használni, akkor van range. Szóval ez a build gyakorlatilag raid-es is, csak raid-re corrosive projection-t viszek, és minden másfajta build is. Miért? Mert van range-em, van időm, hogy láthatatlan legyek, effektivitás, arra annyira nincs szükség, mert amire kijön a láthatatlanságba, addigra összeszedsz annyi energiát, hogy újra láthatatlan tud lenni, plusz rengeteg energiája van neki. Úgyhogy a build maga Energy Siphon, Handspring, ugye egyforma van benne a Loki-ban, Narrow-Minded, Streamline, Constitution, Flow, Continuity, Overextended Natural Talent, hogy ezt gyorsan kapcsolja el azt a képességet, és a Stretch. Nagyon jó bevált build, az egyetlen hátulütője, amit sokan nem mernek megcsinálni a Lokinál, hogy ne rakjanak be neki élet és shield modokat. A Loki, mivel láthatatlan tud lenni, a legnagyobb ereje abban van, és emiatt a Loki akár meddig bírja, akárhol. Közös távon a Valkürt leszállítva a legerősebb Warframe emiatt a képességem miatt. Na most, következő frame, MacPrime. MacPrime ugye egy választható karakter, sajnos annyit nörföltek rajta, de a MacPrime még mindig hihetetlenül effektív a korpus ellen. Nagyon is effektív, ezért is gyakorlatilag Magnél én, ha már váltana, akkor tök jó lenne, kettőfajta buildet használok, mondhatni azt. Az egyik az egy
Mondhatni azt, hogy ilyen mindenes build, a másik inkább egy Greenirek meg fölállított crowd controllos build, de a korpusz elleni build, ami gyakorlatilag range-re, effektivitásra és némi erőre megy. Azért effektivitás és range, mert a kettes képességére a korpusz ellen nagyon számolok. Ezért belefért kettő nagyon lényeges augment mod, a shield transference és a greedy pull. A greedy pull még mindig oda húzza magához a cuccokat, a shield transference pedig több shieldet ad. Ezért, amit itt láthatjátok, alap shieldem csak 450, de a shield transference-rel duplájára, hanem a háromszorosára tölthetem fel a shieldemet. Korpusz ellen. Rifle on Transistent Fortitude, a Flow Shield Transference, Overextended, Streamlined, Greedy Pull, Intensify Fleeting Expertise, meg a verhetetlen Interception játékmód királynője korpusz ellen, azt kell mondjam. Megállsz egy helyben, nyomogat a kettest és behúzod a cuccokat. Ebből áll. Oké. Okay. A Greenir elleni build, ott már van shieldem és némi életem, ugyebár, és a greedy pull bent van, és a shield transference is bent van, habár nem értem, hogy miért van bent, mivel hogy nem tölti túl a shieldet gyakorlatilag, úgyhogy be lehet rakni neki egy akármilyen másik modot, amivel mondjuk kicsit növelünk az életén, azért, hogy a greenirek ellen is meg tudja állni a helyét, de a pro build az igazából ez a build, és ezt érdemes lemásolni és korpusz ellen használni a meget, de nagyon kár, hogy annyit nörföltek rajta, mert nagyon jó Warframe volt, de még mindig a Voidban és a korpusz ellen is remekül megállja a helyét, mint szóló, mint csapatjáték. Szinten. Mesa ugye ő is átalakult ultimate képesség szempontjából, most már idő alapú lehet, nem is tudom, hogy átalakítottam-e az idejét, átalakítottam, de még mindig ugye 136%-os időre, és még mindig az erejénél van a lényege, ezért is nem húztam ki 200%-os időre, mert nincs értelme, mert szükség van az erejére, és ezáltal a Mesa nagyon jól bírja szorult helyzetekben is. Persze kell neki a csapat. Mesa nálam csapatjátékos, és emiatt kell neki a csapat, aki meg tudja adni neki a védelmet, azért, hogy ő viszonozni tudja azt a védelmet. Szóval Rifle-em, Stream-em, Intensify Flow, Blind Rage, Constitution, Vitality, Continuity és Transistent Fortitude. Ezek lennek azok a modok, amivel el lehet érni a 135% időt, 220% Power Strength-et, és benne van ugye az élet, és a flow az effektív, az, hogy több energiája legyen. És ezzel a bilden egész jól bírja a Mesa, le tud hozni egész jól a köröket, amennyiben megadják neki azt a védelmet, hogy nyugodtan ultimate képességesen. Van Mesának természetesen egy szóló buildje is, amit még jobban időre érdemes kihúzni a második képessége miatt, de viszont úgy gondolom, hogy nem Mesa az a karakter, amit szóló küldetésekre kell elvinni, ezért is nálam csapatjátékos szerepet használ. Mirázs az egyik ultimate kedvenc, Mirázs, akinél lehet számítani az ultimate más, illetve ultimate harmadik és első képességére is. Mirázst kötelező szerűen kell időre kihúzni egy kis vitality-val, hogy legyen némi élete, de mert Mirázs első képessége olyan, mint Loki láthatatlansága, tehát láthatatlanná teszi a Loki gyakorlatilag, és emiatt nagyon OP tud lenni. Ezért maximális időt, amit tudtam neki, kihúztam. Egyforma belekerült Energy Siphon, Narrow-Minded, Vitality, Constitution, Total Eclipse. A Total Eclipse egy augment mod, amely plusz sebzést ad a csapattársaknak, amennyiben 5 méteres körön belül vannak, de azt viszont nagyon durván megbusztolja azt a plusz sebzést, jobb, mint a Rhino-nak a 3-as képessége. Több százaléknyi boostot ad gyakorlatilag. Continuity, Streamline, Intensify és Flow, és ezáltal sok időt nyersz, a range-re annyira nincsen szükség az ultimate képessége, így is hatalmas range-en mozog, és némi erőt is nyersz, tehát az ultimate képessége még mindig tud dolgozni, effektivitásra annyira nincs szükség, ezért a 130% bőven sok, mert az egyes képességben fogsz folyamatosan mászkálni, és kötelezőszerűen kell abban mászkálni, és amire az lejár, addigra mindig lesz annyi energiát, hogy valamelyik képességedet elhasznál, nem beszélve arról, hogy a flow miatt 450-es energiád van, ami rengeteg felhasználható energia.
A következő, ja, alapvetően a Mirage-a létezik egy raides build is, de az jelenleg szerintem nekem nincs meg, A raides build hatalmas range-re kell legyen kihúzva és mínusz időre, hogy hatalmas range-en minél gyorsabban vakítson az ultimate. Mínusz idő és hatalmas range, az lenne a Mirage raides build-ja már, aki visz Mirage-t raid-re. Nekrosz, oh! Örök szerelem, ultimate farmoló karakter. Azt hiszem két buildem van rá, igen, egyik szólosabb, másik kevésbé. Ez lenne a csapatszintű build, ahol Necrosz csapatszinten lehet segíteni. Hatalmas range, kevesebb idő, normál effektivitás és nem kell erő. Miért? Mert itt ez a farmolásra koncentrálódik, a harmadik képességére. Energy Cell for Quick Thinking Overextending, Fortitude, Death Spoil. Ugye, hogy az életből vegyen le, ne az energiából, mikor farmolunk, Augment Mod. Transcendent Fortitude, Vitality, Narrow-Minded és Stretch. Na most, a következő build pedig a szólósabb buildje lenne, de nem Necrosz az, illetve pontosabban úgy mondom, hogy van itt egy szólósabb build, még szólósabb, mint az, ami sok időt ad azért, hogy az ultimate képessége nagyon jól bírja. És emellé van egy augment modom, a Shield of Shadows, amelyek gyakorlatilag, ha 50 méteren belül vannak, a feltámasztott hulláim elnyelik helyettem 6%-ot, tehát mindig hulla elnyel helyettem 6% damage-et, ami egy nagyon jó dolog, hogyha arról van szó. Ez egy szólósabb build és egy defenzívebb build, mert Necrosz nagyon jó defenzívre, defenzív játékokra is. Egy szólósabb és egy defenzívebb build, szóval ez a farmolós, érdemes lemásolni, azt hiszem egy elég jó build, és ez pedig a szólósabb. Következő karakter... Nova. Nova az a frame, amire elég jól lehet számítani csapatszinten, defenzív játékokon, akár szólóban is. Ezért gyakorlatilag raktam bele egy formát és egy kiegyenlített buildet raktam rá. Lassítós és gyorsítós Nova létezik, ugye a gyorsítósnál mínusz erőbe kell menni, mínusz erőbe az, hogy gyorsítós Nova legyen. Na most, build, corrosive projection, continuity, vigor, natural talent, hogy gyorsan kapcsolja a képességet, streamline, transistent fortitude, stretch, flow, constitution. A gyorsasági build, ahol gyorsak az ellenfelek, continuity, vitality, streamline, narrow mind, rage, kicsit szólósabb is, ugye, flow, overextended és fleeting expertise. Ő lenne a Nova, nagyon OP képességei vannak ebből a szempontból. Következő karakter, a Nyx. A Nyxen is nagyon sokat alakítottak ultimate képességén is megint csak, ezért a Nyxet kötelező szerűen megint csak ki kell húzni időre és erő, bocsánat, időre és range-re. Az erő annyira nem lényeg, mivel az ultimate képessége abból áll, hogy begyűjti az erőt gyakorlatilag. Begyűjti a sebzés és erővé alakítja el, amit később aztán fel tud használni. És most már a harmadik képessége Nyxnek kibekapcsolható, amikor jól esik, ezért úgy hűíted meg a csatamezőt, ahogy neked tetszik. És emiatt ez nagyon, nagyon durva. Nyx nem tud veszélybe kerülni, ha jól használod a harmas képességét, de ha még egyszer veszélybe is kerül, akkor az ultimate képessége mindent elrendez egy bizonyos szintig. Na szóval, Energy Siphon, Constitution, Streamline, Redirection, Narrow-Minded, Continuity, Overextended, Stretch, Flow. Ez úgy gondolom egy viszonylag jó build a Nyxre, és nagyon jó megállja a helyét, legalábbis Tritonon nagyon jó bebizonyított, hogy a százas mobok ellen is akár, de tényleg azért jó a Nyxre, meghűíti a csatateret, és gyakorlatilag semmit nem kell csinálnia. És van shieldje is, ha netelek is baj lenne, de elkapcsolod az ultimate képességed, és minden bajból kiránt gyakorlatilag. Oberon, Oberon már rég nem foglalkoztam. Habár lehet, hogy azóta, igen, jó, ja, jó, oké, megvan, Oberon. Durationre annyira nem érdemes építeni, érdemes neki adni erőt. És mert az ultimate képességére Oberonnak lehet számítani, és lehet számítani az egyes képességére is eléggé sokáig.
Úgyhogy már egy régi build, de még mindig egész jól megállja a helyét. Steel Charge, Continuity, Vitality, Flow, Hallowed Reckoning, ez az Oberonnak az új augment modja, ami hogyha az ultimate képesség megöli az ellenfeleket, Hollow Groundot fog létrehozni, vagyis kettes képességének megfelelő képességet fog létrehozni. Nagyon hasznos mod, ezért is vettem ki, egy augment mod. Transistent Fortitude, Streamline, Stretch és Intensify, és azt kell mondjam, hogy csapat szinten is és szóló szinten is ez a build egészen jól megállja a helyét. Következő karakter, Rhino Prime. Rhino Prime is, illetve Rhino is egy nálam szólósabb karakter. Általában olyan alert missionökre viszem, ahol nincsen shield, mert a kettes képességének köszönhetően nagyon jó kis shieldet tud adni a kettes képessége. Szóval, jó erőre van kihúzva, mert sajnos sokat nerföltek a Rhinon, de azért még mindig hatékony crowd control tud lenni, és középszintig megölni az ellenfeleket, főleg ha kombinálod a harmadik képességével, mert az egy kis boostot ad még a negyedik képességnek. Szóval, effektivitás, hogy legyen mindig miből elkapcsolni az energiát, mert tényleg szükség lesz rá. Iron Shrapnel nevű augment mod, amely azt csinálja, hogyha a kettes képességednél, ugye mikor látod, hogy már lemegy a kettes képességednek a shieldjét, ugye a ferrit armorot kezd lemenni, kikapcsolhatod a kettes képességet ezzel a moddal, és a kikapcsolási robbanás kelt magad körül, ami ledönti az ellenfeleket a lábuknál, hasznos. Szóval Steel Charge, egy kis Rush, Redirection, Blind Rage, Iron Sharpener, ugye Transistent Fortitude, Vitality, Streamline, Fleeting Expertise és Flow teszi a Rhinot egy egészen elfogadható és jó szóló, illetve viszonylagos csapatjátékos karakterré is. Szarin, nagyon OP build, ezért is Falkolnak köszönöm a buildet. Minusz idős, kis erős és rengeteg range-es. Szarin ultimate képessége nagyon erős, és nagyon sokáig lehet bírni ezzel a build-el. Ezt azt mondom, hogy srácot kötelező szerint másoljátok le. Ez nagyon jó build volt Falkó kollégának, köszönhetem. Rejuvenation, Flow, Transistent, Fortitude, Streamline, Fleeting Expertise, 6-os Streamline, Maxos Fleeting Expertise, vagy fordítva, Vitality, Intensify, Stretch és Overextended. Azért fordított. Azért csak 6-os streamline, mert 175-ös effektivitásnál magasabbra nem megy az effektivitás, és ezért elég egy 15-ös effektivitás a streamline-on, és egy 60%-os fleeting expertise féle effektivitás. Na, ez a build OP, és nagyon jól jön csapat szinten és szóló szinten Szarinnál, és a Szarin az egyik legjobb karakterré válik. Vált gyakorlatilag. Trinity Prime, ó, igen, megvan a Trinity Prime. Kétfajta buildja van, egy csapatszintű build és egy godlike build, ahol Trinity bírja, mint a jóisten nyila. A csapatszintű buildben fontos, hogy mínusz idő legyen. Miért? Mert csapatszintű buildben nagyon sokat használod a kettes képességét, ami energiát ad, minél kevesebb az időt, annál több energiát tölt fel, minél rövidebb idő alatt. Ezért némi effektivitás van nálam, nem is olyan kevés. Hatalmas range, hogy akárhol van a társam, lehetőleg elérje az energia, és sok energia érje el egyszerre. Ezért Rejuvenation, Ice Spring, Vitality, Intensify, Stretch, Fleeting Expertise, Overextended, Flow, Vampire, Leech, hogy túltöltse a shieldet is, és Transistent Fortitude. Na most, a következő build az a solo build, mert lehet ám Trinity-t rendesen vinni szólóra, mert OP mint az állat. Ezért a solo buildjében időre megyünk ki, kevesebb range-re és erőre, azért, hogy az ultimate képességére számolni kell. Trinitynek számolni kell az ultimate képességére szólóban, és a harmadik képességére, ami alapvetően range függő lenne, de annyira nem muszáj, ott gyakorlatilag a
ultimate képesség az, ami halhatatlaná teszi a Trinity-t. Rejuvenation, Vitality, Intensify, Narrow-minded, Quick Thinking, hogy ez gyorsan, hogyha netán mégis olyan bajba kerülnék, hogy a nullára lövik az életemet, a Quick Thinking a megmaradt energiával még némi időt biztosít, és ellövöm az ultit, és 99%-os blessinget fogok kapni, ami tényleg halhatatlanság már gyakorlatilag. Redirection, hogy legyen jó sok shieldem is, Flow, Continuity és Stretch. Ez a buildet használom én solo buildnek, letesztelve működik, kurva jó. Többet nagyon nem is lehet róla elmondani. Valkür. A Valkür most már az a Warframe-ek közé tartozik, amit iszonyatosan könnyű lehet modolni, mivel mióta az ultimate képessége megint csak ugye időfüggvényé, tehát energiafelhasználtsága időfüggvényében történik, ezért a Valkür most már ilyen Loki kategóriájú kényelem ultimate, kényelem karakterre, gyakorlatilag semmi nem kellene bele, semmilyen mod nem kellene bele, és a Valkür akkor is túlélne mindent. Ha az ultimate képességét bekapcsolod, olyan kevés energiát fogyaszt el alapból és modok nélkül is, hogy a Valkür halhatatlanná teszi. Mert ugye az ultimate képességében nem sebződsz, és a Valkür emiatt a legopőbb karakter most már talán a játékban, túlmutat a Loki láthatatlanságán is, mert nem lehet megölni egyszerűen. Amíg van energiád, nem lehet megölni, ennyi. És emiatt egy nagyon kényelmes karakterével, de mégis jöjjön egy solo ultimate képességre kihelyezett build. Steel Charge, Continuity, Natural Terrain, Narrow-minded, Flow, Intensify, Steel Fiber, Constitution, Rage. És most jöjjön egy kettes képességre kihelyezett build, mert az is nagyon jó a Valkürnél, ami talán azt mondom, hogy jobb is, mint a solo build. Itt van élete, és viszont ami az egyetlen, ami nincs neki, az energiája, amivel még nincs is kurvára semmi baj. Ja, egyszer kell elkapcsolni az ultimate képességedet, aztán ott maradsz végtelenségig, még ezzel a build-en is. Szóval a kettes képességére kihelyezett build, Steel Charge, Enemy Sense, Intensify, Steel Fiber, Vitality, Rage, mindig visszatöltödik az energiád, ugye, amint az életed sebzést kap, ha netán kap. Transistent Fortitude, Narrow-minded, Eternal War, ami azt csinálja, hogyha Augment Mod, ami azt csinálja, hogyha millivel ölsz, plusz 2 másodpercet hozzáad a kettes képesség, ez az Eternal a Warcry nevű képességedhez, és emiatt mindig gyors maradsz, ezért jó egy skindó a Valkür kezében gyakorlatilag. És Continuity, szóval itt is 100%-os idő, Jézus Mária, tehát ki se fogy az energiából. A Valkür nagyon OP karakter lett, és ezt a két buildet Kidónak köszönhetem, mind a kettő build önmagában kurva jó buildek, és érdemes megfogadni őket, és vinni a Valkürt a legultimétebb csatákba, ahol már mindenki más elesik, a Valkür ott fog felhúzni mindenkit, tényleg. Már nem vagyunk, nincs sok hátra, a WoW-ban nálam az Ultimate Crowd Control karakter, ami nagyon jó csapatszinten, és a WoW-ban az a csapatszintű játékos is. Ez a build, amit jelenleg itt láthattok, ez raidre is tökéletesen megfelel, illetve bármiféle defense vagy crowd controllos küldetésekre el lehet vinni. Corrosive Projection, mert hogy utoljára raiden jártam, de Energy Siphon alapvetően. Intensify, Flow, Overextended, Continuity, Constitution, Streamline, Fleeting, Expert, egy Stretch. Amit láthatjátok, 200%-ot veszítettem az időből, a semmi effektivitás, a maximum, a range, amennyit tudtam, maximumra 2.30 szerintem perfect, és Power Strength nincs rá annyira szükség igazából, mert csak Crowd Control-ra helyezkedünk. Ja, hát a másik buildem is gyakorlatilag szinte ugyanez, úgyhogy ez lenne az a build, ahol gyakorlatilag a WoW-ban megállja a helyét csapatszinten, illetve szóló szinten is, a maga szintjéig. Nem ez az a karakter, amit érdemes elvinni szólóra. A másik buildemben annyi a különbség, hogy benne van egy vigor, ami egy kicsit több életet ad neki, illetve shieldet azért, hogy hát, hogy is mondjam,
jobban bírja, ne essen el olyan könnyen. Igazából mind a kettő annyira jó, csak itt a Power Strength-et nagyon leveszi. Azért kedvelem jobban azt, amikben is benne a vigor, mert van egy 70%-os idő, mert nagyon-nagyon szeretem használni az egyes képességét, illetve a kettes képességét, és emiatt jobban kedvelem ezt, de igazából halál mindegy, mert nagyon OP crowd controlos avóban, de nagyon. Tesztelve megcsinálva, volt Prime, terék használtam, volt vagy volt Prime, buildje egy kiegyenlített build, azért, hogy legyen effektivitás, legyen duration fontos a shieldje miatt, mert nagyon defenzíven kell vele játszani egy idő után, amikor már nagyon magas szintekre érünk, és emiatt a shieldjére nagy szükség van, hogy legyen időre kihúzva, ha egy mód van rá, némi range-re, némi strength-re, némi effektivitásra is a volt nagyon jól meg fogja tudni állni a helyét, és shield be van neki rakva a redirection-nál, és a volt gyakorlatilag egy nagyon kényelmes, gyors karakter, amivel minden mission-re elvihetett, tehát egy logikus választás kezdő karakternek is, mert minden szinten meg fogja tudni állni a helyét, csak megfelelő fegyvereket kell adni a kezébe. Na, ennyi lett volna a volt. Nagyjából ugye Rifle and Flow, Vigor, Redirection, Stretch, Continue, Intensive, Streamline és Constitution. Egy kiegyenlített build gyakorlatilag, ami segít a voltnak túlélni többnyire minden szituációban, mert voltnak minden képessége, olyan képesség, amire lehet számítani, szóval eldöntheted, hogy mire akarod kihúzni úgy Isten igazából, de én úgy döntöttem, hogy mindegyik képességével számoljak egy kicsit, ezért így ennyire kiegyenlített a voltnak a buildje. Na, mi van még? Zephyr, és aztán végeztünk. Zephyr, igen, a Narrow-minded, Zephyrt is le kell formázzam, a fene vigye el. Zephyrt időre érdemes kihúzni, és erőre érdemes kihúzni, a range nem kell neki, ezért nálam itt alapvetően a Narrow-minded volt, ami leveszi a range-et, mert nem szükséges neki, hogy nagy range-ben járkáljon körbe-körbe az ultimate képessége. Nem mellesleg szól, hogy a Zephyr egy szóló, nagyon jó szóló karakterűs tud lenni, de kell neki az idő a harmadik képessége miatt, ami meg tudja védeni a beérkező golyóktól, emiatt az Zephyr kicsit OP tud lenni, és nem beszélve, amíg be van neki rakva az idő, hatalmas crowd control segítség defensive missionekkel a Zephyr egy jó frame, érdemes kiszedni, kipróbálni és használni, vannak tőle jobb frame-ek, de ha nincs más, Zephyr meg fogja tudni állni a helyét az ultimate képességének, illetve a harmadik képességének köszönhetően. Ezekre érdemes számítani a Zephyrnél. Szóval Rejuvenation, Transistent Fortitude, Continuity, Narrow-minded, Flow, Constitution, Streamline, Stretch és Intensify, és gyakorlatilag a Zephyr meg fogja állni tudni mindenhol a fejét. Ne felejtsétek el, ha az ultimate képességet elkapcsoljátok és belelőttök, az ultimate képesség átveszi a fegyveretek elementál sebzésének a sebzését, és plusz sebzést ad rá az ellenfélbe. Ennyi lett, ezek lettek volna a mostani Warframe probuildek, mondjuk így. Természetesen, mint megint csak mondom, mindig Warframe-et úgy modolod, ahogy szeretnéd, egy személyes döntés, ki mire húzza. Csak gondoltam, megmutatom őket, mivel hogy már sokat változott a Warframe a karakter bemutatóim óta, és egy pár modolási technika meg kellett változzon. Azóta, akik követtek engem, biztosan már megszereztétek a jobb modokat, és ezért érdemes azokat is jól bele kombinálni. Valószínűleg előbb-utóbb lesz egy úgy ülne ilyen fegyver bemutató is, viszont nézzétek meg a videónak a második felét is, második részét is, mert ott benne lesz az, hogy valójában hogy néz ki a valóságban ezeknek a modolási technikáknak a működése. Mindegyik karakternél is lesz egy ilyen kis rövid videó, hogy hogy néz ki a modolási technikájuk. Addig is maradjatok itt, és jöjjön az a videó.